Ön hozzászólásában többször másfél évtizedre nyúlt vissza. Nem későn kezdtük a cigánysággal való foglalkozást? Hát de sajnos nagyon későn, még 10 évvel ezelőtt is előfordult, hogy voltak cigányklubok, ahol azért csuktak be a klubot, mert a cigányok elénekelték a cigány himnuszt. Tehát az volt az elképzelés sok-sok vezetőben, hogy a cigányokat Magyarországon asszimilálni kell, és nem ismerték el a cigány kultúra létjogosultságát, a népcsoport másságát, és én ezt nagyon nagy hibának tartom. Szolnok megyében néhány éve elsőként hozták létre az úgynevezett családsegítő központot. Ennek munkatársai, köztük tanult cigányemberek, a családokkal egyénenként foglalkoznak, ismerve legapróbb gondjaikat és örömeiket. Jó példa erre a szolnoki motorúti lakótelep. Az itt élő 60 család minden férfi tagjának van állandó munkahelye, a nők 85%-a dolgozik, a gyerekek pedig óvodába, iskolába járnak.